Hey, you drive it. Gonna hit him with the incendiary. Going incendiary. Overloading trans. Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jöjjenek a Battlefield Hardline tippek, ahogy megígértem. Ilyen általános tippek jönnek, ahol minden játékmódban feltalálhatod magadat, mert nem tudom, ti hogy vagytok vele, úgyhogy jelezzétek vissza, hogyha ti is észrevettétek. Ugye ez a Battlefield azért egy kicsit más, mint a többi, kicsit talán másképp is kell odafigyelni a játékra, és más dolgokat kell venni számításba, tehát nem tudom, ti hogy vagytok vele, de... Én ezt vettem észre, írjátok meg, hogy ugye tényleg jól érzem azt, hogy azért nem az átlagos Battlefield. A másik pedig, hogy hát kipróbáltam végre ezt a K10-et, rávettem magam, hogy a K10-et kipróbáljam, és a P90-et, ez valami elképesztő, hát Jézus Mária, hát majd látni is fogtok egy-két jelenetet ebben a videóban, és ez mi? Ez mi? Mik ezek a fegyverek? Hát végül is nörfölni fogják. Úgyhogy igen, azért is nem siettem ezzel a videóval, mert még sok a játékban azért van egy jó pár bug, és azt jó lenne, hogy kijavítanák, és akkor jobban érvényét veszik ezek a tippek, vagy bármilyen tippek is. Na, lényeg ami lényeg, hogy jöjjenek azok a bizonyos meglátások, amiket így kigondoltam, és sokuk, illetve egy közülük biztosan fűződik ahhoz, ez a KT-hez és ez a P90-hez, abból a szempontból, hogy mennyire könnyű ezekkel a fegyverekkel játszani, és az első dolog a lényege az lenne, hogyha megvannak ezek a fegyverek, és úgy érzed, hogy neked még mindig nem megy a játék a többi fegyverrel, M4, M16, Scar High és a többi, úgy érzed, hogy nem megy, az első az, hogy használd ezeket a fegyvereket, azért, mert OP-k, és azért jó, hogyha OP-k, tehát hogyha tényleg nem megy a játék, arról beszélünk azért, de ne szokjál rá nagyon erre a fegyverre, vagy ezekre a fegyverekre. Hogyha nagyon nem megy a játék, azért meg könnyű velük lőni, és a lövés nem igényel túl nagy koncentrációt. És ahhoz, hogy a környezetedre tudjál jobban figyelni, azt mondom, hogy érdemes elkezdeni egy ilyen K10, P90, egyetlen K10-nek hívják biztos, K10-zel P90 kombóval, azért mert nem fogsz figyelni annyira a lövésre, nincs lesz szükséged figyelni a lövésre, mert kicsit ilyen automatizált igazából, és ahhoz képest még távolságra is nagyon jól lőnek, és a többi, szóval jó fegyverek általánosan, sokan használják is őket egyébként, és nagyon frusztráló, amikor neked nem sikerül őket lelőni, de ők lelőnek téged, és éppen egy K10-zel, úgyhogy javaslom, amíg nem kezdenek valamit ezekkel a fegyverekkel, használd őket bátran azért, hogy a környezetedre kezdjél el jobban figyelni, és a lövésre itt nem kell kevésbé, mert ugye, hogyha egy Scar-H-val lősz, akkor nagyon koncentrálsz arra a visszarúgásra, hogy kompenzáld az egérrel, és nagyon figyelsz a lövésre, és nem a környezetedre. Gyakorlatilag én ezt tapasztaltam magam, úgyhogy ez volna az első ilyen dolog, amit nem tudom, talán működhet, hogy válasz egy OP fegyvert, és hogy ne kell lövésre figyelned annyira, hanem inkább a környezetedre, a térképre. A másik pedig a térkép, ha megnézitek nekem, hogy van beállítva. Ha nem láttátok azt a videót, ahol a térképről beszélek, hogy hogyan állít BF Hardline beállítások videót, akkor azt hiszem érdemes ezt így ellátni. Látjátok, minden nagy rajta, és mindent jól látok, minden sarkot látok, mert sok a Battlefieldben ugye a közelharc, és az emberek megbujkálnak a különböző apró fedezékek mögött a pályán, és ezeket szeretném látni élesen, és szeretném látni élesen, hogy hol vannak az ellenfelek. A másik pedig egy nagyon-nagyon hasznos dolog, azt hiszem, az előcélzás, srácok. Tudjátok, mi az előcél, mielőtt betérek egy sarkon, már célozom megyek ki, hogy gyorsabban reagáljak. A Battlefield egy nagyon gyors játék, ez a Battlefield egy nagyon gyors játék, már főleg a többihez képest, és olyan játékosok is játszák, akik kedvelik a gyors játékokat, szóval nem mondhatnám, hogy a tipikus Battlefieldesek kedvenc Battlefieldje lesz ez, nem, azok a Battlefieldesek, vagy azok a gamerek játszák ezt a játékot, akik szeretik a gyors pörgős játékot, és valahogy a Hardline ezt elérte, hogy ezt megcsinálják, ezt a gyors pörgős játékot, és a játékosok a mentalitása olyan, akik ezt a játékot játszák gyorsak,
gyorsan reagálnak, gyorsan alkalmazkodnak, és veszik észre a helyzetet. Szóval én azt a hibát követtem el ennek a játéknak az elején, hogy azt hittem, hogy ez is egy Battlefield, és megfogad azt a taktikus tempót, és izé próbáltam így kigondolni, úgy gondolni, és mire kettőt kigondoltam, hatszor lőttek hátba. És ez így, nem, ez így értelemszerűen nem igazán volt pálya, aztán idővel rájöttem, hogy elő kéne kapni a kodos énemet, és ösztönből, reakciókból és a shooterekben megszerzett tapasztalatból játszani, és rögtön elkezdtem gyorsabban reagálni a dolgokra, gyorsabban alkalmazkodni, úgyhogy ezért is fontos az előcélzás. Mert az előcélzás segít abban, tehát hogyan ugye, hogy az előcélzás? Az előcélzás segít abban, hogy gyorsabban reagálj dolgokra. Ha minden ajtó mögül kinézel előcélozva, fel vagy készülve. Az agyad fel van készülve, a csatár az agyad fel van készülve, hogy arra lő, és hogyha lőni kell, az ujjad automatikusan végrehajtja. Ha nem célzol elő, akkor az agyadat nem stimulálod arra, hogy lőni kell, hanem úgy értékeled, hogy ez egy biztonságos terület lesz az agyad, és így fogja föl. És akkor nem fogsz gyorsabban reagálni, úgyhogy ezért szükséges előcélozni, mert akkor az előcélzás fel fog pörgetni mindig egy akcióra készített, és mindig fel leszel tupírozva arra, hogy lövésre készen álljál gyakorlatilag, és hogyha van egy így például ehhez hasonló beállított térképed, akkor gyakorlatilag egy olyan térképet hozol létre magadnak, mint például a Call of Duty játékokban van, hogy kis alapterületet látsz át, tehát kodban eleve kicsik a pályák, de egy kb. Akkor alapterületet látsz át, mint például a Call of Duty-ban a pályákon, ezért minden embernek a pontos helyét tudod, például egy házon belül, ugye, mert Battlefield Hardline-ban rengeteg az ilyen close quarters csata, sok a ház, és nehéz, hogyha egy olyan térképet állítasz be, ami nagy, akkor nehezen fogod látni az embereket. Tehát ilyen sűrű lesz minden a térképeden, nem fogod látni a háznak az éleit, a vonalait, a sarkait, a házon belül a bútorokat, falakat, stb. Ezért orvaszájba fognak lőni gyakorlatilag. Így én beállítottam egy kódhoz hasonló térképet, hogy sok mindent lássak, és élesen lássak mindent, és ez nagyon-nagyon-nagyon segített nekem, és segített meglátni, hol vannak pontosan az emberek, segített precízebben célozni emiatt, és rá fókuszált arra bizonyos előcélzásra. A másik nagyon-nagyon lényeges dolog, azt hiszem, minden pálya betöltés előtt ugye van egy 30 másodperces szünet, mindazok számára, akik lassabban töltenek be. Na most ez persze természetesen ez nem csak azokra lesz igaz, amit most mondok, szóval hogyha te olyan géped van, ami segít abban, hogy gyorsabban betöltsél, vagyis hát gyorsabban be vagy, mint a többi gamer, akkor azt a 30 másodpercet ne arra használd el, hogy gyorsan ready-re ragd magad, és akkor ready-ready, na, töltsetek már be, töltsetek már be, és arra vársz, hogy mindenki ready legyen, hanem arra használd fel, hogy beállítsd a felszerelésedet. Mert ugye BF4, BF3, BFBC2, ott szépen beállítod a felszerelésed, és ez minden pályára, minden játékmódra jó lett. De itt most az egyes szerepeknek, az egyes kasztoknak már több szerepe is van. Mi például ugye az inginérrel egy csomó kütyüt vihetsz magaddal. Ezért játékmódra alkalmazhatóan abban a 30 másodpercben például felszerelheted az inginéreddel flat jacket-tel, vagy éppen egy Reaper Tourral, hogyha Hotwire-re mész. Felszerelheted a kocsidat ezzel, vagy azzal, attól függ, milyen játékmódra mész. Ha Hotwire-re mész, akkor lehet RPG-t raksz kocsiba, de hogyha Blood Money-ra mész, akkor lehet, hogy egy MG36-ot raksz egy kocsiba, szóval minden játék előtt használd ki azt az időt, hogy megjavíts, hogy felszereld magad a kellő játékmódba, a kellő kasztal, a kellő kütyükkel, és ez fontos, mert lényegesen megdobja a játék teljesítményedet azzal, hogy megvannak a megfelelő dolgaid vannak nálad. Nos, ezek lettek volna, kérlek írjátok meg, hogyha hasznosak voltak a tippek, dobjatok egy lájkot a videóra, hogyha tetszett, ha úgy gondoljátok, hogy valami értelmeset hallottatok, és hát a következő videóig, sziasztok!